Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kezdjük Isten tiszteletünket elénekelve a 266. számú dicséretünket, és aztán ezt énekeljük majd végig. 266. számú dicséretünk, az Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni című énekünk, jól ismert énekünk dallamára énekeljük, így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Leülve folytassuk a második verszakot, énekeljük: Dicsérjed világom alkotót hatalmát, mindenek felett uralmát. Imádkozzunk. Jó atyánk, hálásak vagyunk, hogy újra itt lehetünk a te közeledben, és egymás közelében is. Köszönjük ezt a gyönyörű napsugaras vasárnapot, és szinte érezzük, Uram, hogy a fény tovább jut a szemünktől, a retinánktól, és eljut a szívünkig. Hadd jusson el, Uram, most a te fényed is a szívünkig, és melegítsen fel, Uram, bennünket, mert olyan sok aggodalom motoszkál olykor a mi szívünkben is, olyan sok kérdés, tétovaság, rejtett aggodalmak, de köszönjük, hogy mindezek közepette is velünk vagy, és köszönjük, hogyha meggyógyultunk betegségeinkből, köszönjük, hogyha valaki valami szép, kedves évfordulót ünnepelt mostanában, és megérhették ezt a szép, tartalmas napot is. Köszönjük neked, Uram, hogy újraindulhat az iskola és ifjaink számára, hogy újra tervezhetünk, reménykedhetünk. Legyél velünk, Uram, ebben az újrakezdésünkben, hogy érezzük ebben is, hogy te jársz előttünk, hogy te teszel minket bölcsekké, hogy mit és hogyan tegyünk. És te szólj most is hozzánk a te élő, megelevenítő, bátorító, átölelő szavaddal. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, itt vagy bennünk, és ma is megjelensz nekünk. Légy áldott ezért. Ámen. Még így helyeinken maradva, mert már is olvasom Istenek üzenetét, hallgassuk meg az ő szavát a János evangéliumából, a 14. fejezetből, szemelvényesen olvasok ige verseket.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondta Jézus egykor tanítványainak, és ma nekünk is. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így lett volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok. Mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, és ti én bennem, én pedig ti bennetek. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Eddig tart az idézet a Bibliából. Kedves testvéreim, amint azt talán jó páran már tudjuk, jövő hét immár, jövő csütörtök, pontosabban áldozó csütörtök napja, közérthetőbb nevén mennybe menetel ünnepe, amikor ugye arra emlékezünk, hogy Jézus 40 nap az ő feltámadása után, mert húsvét és áldozó csütörtök mennybe menetel között pont 40 nap telik el, az ő feltámadása után 40 napra áldozó csütörtökön, vagy mennybe menetel ünnepén felment a mennybe. Ugye így is imádkozzuk a Hiszek egybe, hogy felment a mennybe, és akkor onnan azért várjuk őt vissza, hogy majd ismét magához vegyen bennünket. Tehát feltesszük a nagy kérdést, és ezt tőlem is megkérdezik lelki pásztortól, hogy hát miért ünnep ez a nap? Jézus mennybe menetele. Hát lehet-e ünnepelni valakinek az elmenetelét, aki oly fontos volt számunkra, tanítványok számára, és egyszer csak ott hagyja őket? Elmegy közülük? Ugye ezekben az elmenetelekben, amikor valaki, aki kedves volt számunkra, és nagyon kedves volt Jézus a tanítványai számára, egyszer csak elmegy közülünk valaki, aki kedves, hát ahhoz milyen érzést társítunk? Mi az elsődleges érzés? Hát a szomorúság. Mert nehéz számunkra kedves emberektől elbúcsúzni. Valami lezárul azzal az elmenetellel, ezt mindannyian érezzük. Lehet, hogy máshol találkozunk vele, máshol más formában, de az már nem lesz ugyanaz a találkozás. Ő is megváltozik, mi is megváltozunk, mindenki megváltozik. Az már nem lesz ugyanaz, mert kétszer nem lépünk ugyanabba a folyóba, ahogy ezt a közmondás is mondja. A tanítványok is ezt érezték, nyugtalanságot, szomorúságot, árvasságot, magukra hagyatottságot, bizonytalanságot. És úgy belegondoltam, hogy talán jobban megértjük a tanítványokat, hogy mit érezhettek, ha mi is felidézünk, ha te is most felidézel a saját életedből egy történetet, amikor el kellett búcsúzni valakitől, aki kedves volt számodra, és el kellett engedni. Lehet ez súlyos esetben egy haláleset, ugye? Vagy ha valakitől el kell válni, bármilyen okból kifolyólag. Vagy eladunk egy kedvenc telket, egy kedves házat, ami a nagyszüleink éltek, vagy mi éltünk ott egy ideig, és meg kell válni tőle. Vagy elbúcsúzunk, vagy elköltözünk egy másik helyiségbe,
a fiatalok elmennek, elköltöznek. Ezek mind-mind ilyen elmenetelek, és az az igazság, egyszer valaki egy lelkigondozói kurzuson mondta nekünk lelkészeknek, hogy ezeket az elmeneteleket, lezárásokat nem igazán tanítják nekünk sehol. Hogy ezt hogy kell jól csinálni. Hogy ezekkel hogyan bánjunk. Ezen a képzésen mondta a kiképzőnk, hogy például amikor egy lelkipásztor oda megy a gyülekezetbe, akkor annak van egy ceremóniája, egy nagy ünnepség, de nagyon sok lelkipásztor úgy megy el a lezárásnak, viszont nem igazán vannak ilyen ceremóniái. Hála az a gyülekezet, ami azért megtudja, nagy dolog, azért mindig megtudta szépen szervezni ezt is, hogy a lezárás is legyen szép. A szálak elvarrása. De ezt nagyon sokan nem tudják jól csinálni, nem tanítnak erre bennünket az iskolába, hogy hogyan bánjunk azokkal a dolgokkal, amik lezárulnak. Hogy varjuk el szépen a szálakat, minél sérülékmentesebben, hogy engedjünk el dolgokat. Mert ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor az újrakezdés nagyon nehéz lesz. Tehát így vannak a tanítványok is, nyugtalanság, szomorúság van bennük, bizonytalanság. És arra gondoltam, hogy ezek az érzések most bennünk is bizony megjelennek, így a vírus kapcsán és a vírus utáni helyzetben. Bennünk is előjönnek ugyanezek az érzések, ez a nyugtalanság, szomorúság, mert sokan mély veszteségeket éltek meg, olyan megható volt számomra, most vannak ilyen online lelkész konferenciák, nagyon meg is rendültem a múlt héten, sok lelkész ugye csatlakozik online, úgyhogy 70-en is vagyunk, és az egyik lelkipásztor kolléga, aki ott van Pest mellett egy gyülekezetben, hogy ott rengeteg fiatal család van, elmondta, hogy ők ebben a vírusban 3 kismamát veszítettek el. 3. Úgy belegondoltam, hogy milyen nehéz lehet annak a lelkésznek. Mert ott rengeteg fiatal család van, ugye? Időseket is elveszítettek, de 3 anyukától árvák maradtak után, hogy sokan nagyon mély veszteségeket éltek át, és akkor nagyon hálás voltam ott az irodában, hogy Uram, ez engem lelkészként elkerül, de hányan más lelkész kollégák sokkal mélyebb veszteségeket is átéltek, és meg kellett állni ott koporsók mellett, fiatal szülők koporsója mellett, hogy ez nagyon megrendített, és nagyon, nagyon nehéz lehet most mind a mai napig nekik. Tehát így éreztek a tanítványok is, tele voltak ilyen érzésekkel, szomorúsággal, bizonytalansággal, hogy Jézus most elmegy közülük, itt hagyja őket, magukra hagyja őket. És aztán olyan szép az, amint Jézus úgy vígasztalja őket, úgy kenegeti a szívüket balzsammal, átöleli őket, elbeszélget velük, lelki gondozza őket, így is mondhatjuk. Megérteti a tanítványaival az ő elmenetelének tágabb célját, hogy ő miért is megy el. És akkor szinte érezzük, hogy a tanítványok lassan megnyugszanak. Megértik, hogy Jézus miért megy el közülük. És akkor azt olvassuk egy másik helyen, hogy utána már örömmel tudtak visszatérni Jeruzsálembe, és együtt imádkoztak, és várták a következő szakaszt, a lélek kitöltetését. Mert megértették, hogy áldozó csütörtökkel mennybe meneteten nem zárul minden le. Ez csak egy stáció, de utána jönni fog majd pünkösd. Most erre hívlak én is benneteket, hogy egy kicsit ezt a két kérdést vizsgáljuk meg, hogy jobban megértsük, hogy megy el Jézus, és miért megy el Jézus? Mennybe menetel ünnepén, ez fontos feltenni. Hogy megy el Jézus, és miért megy el Jézus? Hát először is azt olvassuk, hogy elolvassuk otthon az evangéliumokat, mindegyik szinte megírja, mindegyik kicsit másképp írja meg a mennybe menetel történetét, hogy úgy megy el, leírja az egyik evangélista, hogy megáldja őket. Így olvassuk, hogy kivezette őket egy dombra, Betánia mellé, és mielőtt már
felhők fogták volna előtt, és a tanítványok már nem látták fizikai szemükkel, még megáldotta őket. Tehát olyan szép ez a mozdulat, hogy megáldotta őket. És drága testvéreim, az Úristennek ezt az áldását, ezt mi is kapjuk. Rajtad is ott van az Úristen áldása. Mert hát bennünket is, amikor megkereszteltek, ugye megáldotta, nem a lelkész. A lelkészen keresztül az Úristen. Megáldanak bennünket, amikor konfirmálunk, épp a konfirmandusokkal most próbáljuk a konfirmandus ceremóniát, hogy ott van az az áldás, amikor miatt átveszik a Bibliát egy szép igével, megáldjuk őket, az Úristen megáldja őket. Minden Isten tisztelet végén úgy megyünk innen ki, hogy ugye fogadjuk az Úristen áldását. Áldott vagy. Ez nagyon fontos érezni, megérteni, mert hányszor érezzük azt, hogy átkozottak vagyunk, hogy annyi rossz dolog történik velünk, annyi szerencsétlenség, miért épp velem, tele vagyunk sokszor mindenféle kérdéssel, tövissel, hogy átkozott vagyok, csak én vagyok az a szerencsétlen, nekem nem sikerül soha semmi. És akkor itt van, halljuk meg az üzenetet, az örömüzenetet, hogy nem vagy átkozott. Áldott vagy. Áldottak vagyunk, mert az Úristen nagyon sokszor ránk adja az ő áldását. Nem látszik a homlokodon az a kis pecsét, de ott hordozod az Úristen áldását. Ez egy láthatatlan ajándék, de nagyon nagy ajándék. Tehát úgy megy el, hogy megáldja őket. Aztán feladatot ad nekik, úgy megy el. Mit mond nekik? Azt mondja, most menjetek szépen el, miután kitöltetik rátok a Szentlélek, azt várjátok meg, utána pedig menjetek el szerte a világra, minél távolabb, a Föld végső határaig, ahova el tudtok jutni, és vigyétek az örömhírt. Mondjátok tovább a többi embernek is, hogy mit tettem értetek, mit tettem veletek. Ez a missziói parancs, ugye ezt minden keresztelőkor felszoktuk olvasni. Tehát egy ilyen feladatot ad nekik. Nem azt mondja, hogy hát akkor menjetek haza, és ne csináljatok semmit, hanem csak langyos vízbe, hogy üljetek, legyetek, és nincs semmi feladatot. Feladatot ad nekik. És ez, drága testvéreim, ránk is vonatkozik. Ez a feladat, ez nekünk is szól, mai tanítványainak. De sokszor mondtam ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon tetszik, hogy van valahol egy szobor, valamelyik nyugati országban, ahol Jézust úgy ábrázolja ez a szobor, nincsenek kezei, nincsenek lábai. És ott vannak mellette a tanítvány, és az van a szoborra írva, hogy ti vagytok az én kezeim és lábaim. Hát ez a missziói parancs. Nem valami ilyen elvont dogmatikai dolog, hanem hogy ma, 2021-be te vagy Jézusnak a keze itt nagy dorogon, te vagy a lába, te vagy a szája. Nekünk kell szeretni, meglátogatni valakit, elmondani, hogy veled van a jó Isten, bízzál. Gyere, imádkozzunk együtt. Tehát ez a missziói parancs, hogy nekünk kell továbbadni most már, amit Jézus tett itt ezen a földön, mert ránk bízta ezt a feladatot, feladatot ad nekik. És úgy megy el, ez a harmadik dolog, amit megtudunk Szentírásból, hogy ígéri a Szent Lelket, megígéri a tanítványainak. Azt mondja nekik, nem egyedül kell ezt végigcsinálnotok, ne féljetek, nem egyedül, mert egyedül nem tudnátok, hanem erőt kaptok, elküldöm hozzátok az én lelkemet. Én magam fogok visszajönni hozzátok, csak egy másik formába. És ott leszek a szívetekbe, és erőt kaptok minden nap, hogy ezt csinálni tudjátok. És ez olyan jó érzés, testvérem, sokszor elfelejtjük. Mert sokszor érezzük magunkat erőteleneknek, hogy hát én ezt nem tudom csinálni, én ezt képtelen vagyok véghez vinni, csinálni, szolgálni, ez túl nagy falat nekem. De miért érezzük ezt? Mert sokszor nem számolunk Isten erejével, csak a magunk erejével, és az tényleg kevés, sokszor megfogyatkozik.
De ugye ezt ne felejtsük el, hogy Jézus a Szent Lelket visszaküldte nekünk. Vele kell, hogy végigcsináljunk dolgokat, és vele képes leszel. Egyedül sokszor nem vagyunk képesek, de vele igen. Én kaptam egyszer egy ilyen táblácskát, ezt sokan tudjuk, hogy Orosz Péter faragott, amikor még itt voltak ilyen táblácskákat, igés képes lapa, és hát életem egy olyan korszakában, amikor én is bizony nagyon-nagyon el voltam erőtelen, ezt a táblát adta nekem. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Efézus 6:10. Én kitettem az íróasztalomra ezt a táblát, még most is ott van, csak most hoztam, és én nagyon sokszor rátekintettem, és olyan új volt számomra, pedig hát ismerem a Bibliát, amennyire ismerem, hogy Istennek hatalmas az ereje. És akkor éreztem, nekem meg kell erősödnem, és meg is tudok erősödni, mert Istennek ott van ez a hatalmas ereje. Hatalmas energia, erőforrás. És én csak ebből el kell, hogy vegyem, mert rendelkezésemre áll. És hát nagyon sokszor éreztem bizony, hogy meg is erősödök. Bár nagyon gyengének éreztem sokszor magam. De ez nekünk is szól, hogy Jézus úgy megy el, hogy adja a Szent Lelket. És hogy te is erősödj meg, élj vele ezzel a lélekkel, az ő hatalmas erejében. És akkor lesz erőd, lesz erőnk sok mindent végigcsinálni, és szolgálni, és újra fellendülni, és lelkesedni, és a vírus után is újra kezdeni. De csak a lélek erejével. Az viszont hatalmas erőforrás. És az utolsó üzenetek, hogy miért ment el Jézus? Hát ezt is sokan nem értik, hogy most miért? Miért ment el? Hát először is azért, mert befejezte azt a feladatot, amit Isten rábízott itt ezen a földön, az ő fizikai testében. Mi volt ez a feladat? Hogy megváltott, azaz megvásárolt bennünket az ő kereszthalálával és feltámadásával a bűntől, az ördögtől, és azt mondta, hogy most már ez a Réti Katalin, meg ti, az enyém, nem a tiéd, halál, bűn, gonosz, hanem az enyém, mert én megvásároltam, fizettem érte. De nem 10 000 forintot, hanem a véremmel fizettem. Tehát én az övé vagyok. Nem rabszolga vagyok, hanem megvásárolt és szabad vagyok. Ez volt Jézusnak a fő műve, ugye azt mondjuk a váltság műve. Csak sokszor nem értjük ezeket a dogmatikai kifejezéseket. Ezért született, ez volt a fő műve, hogy engem megvásároljon, és azt mondja, én most már az övé vagyok. És rá van ide írva a szívemre, látod ott az Úr Jézus tulajdona. Az övé vagyok mindenek előtt. De ezt a feladatot befejezte, feltámadt, meghalt, érettem, és utána felvétetett a mennybe. Aztán másodjára azért ment fel a mennybe, hogy lelke által mindenütt jelen legyen. Gondoljunk csak bele, hogyha Jézus itt marad ezen a földön. Hát a fizika törvénye szerint senki nem tud klónozódni azért, csak Izrael földjén volt jelen. Egy időben csak ott tanított, ott látták, ott tudták megérinteni. De azzal, hogy felment a mennybe, és visszaküldte az ő lelkét, hát most egyszerre mindenütt jelen van. Egyszerre Kanadában, egyszerre Erdélyben, itt nagy dorogon, mindenütt jelen van egyszerre. Nincs kötve fizikai szabályokhoz, határokhoz, országokhoz, mindenütt jelen van. Azt mondja, Jézus, jobb nekem, ha én elmegyek, mert visszaküldöm a Szent Lelken, és mindenütt jelen lesz. És a harmadik nagyon fontos, és ezzel lassan tényleg zárom ige hirdetésem, azért ment fel a mennybe, hogy helyet készítsen számunkra. Hogy mindent előre ment, hogy mindent elkészítsen, és vár rejánk. Hát most sok halálesetet megélt ez az ország, és az egész világ, ugye a veszteséget ez a vírus közel hozta hozzánk, és a halál az minden helyzetbe
fájdalmas és nagyon, nagyon szomorú, akárhogy hal meg valaki, még ha valaki nagyon idősen, akkor is. Félelmetes. Mert nem erre teremtett minket meg az Úristen, a halálra. Nem volt ez benne a tervébe. Ott az Édenkertben, és ezért a halál mindig egy nagy tabu lesz, egy nagy félelemforrás, szorongás forrása. De Jézus azt mondja, hogy tudod mit, mégse kell félned, mert én előre megyek, jártam már oda át, visszajöttem, és én várok reád az út végén. Már mondtam ezt a példázatot is, vagy ezt a hasonlatot is többször, mert ez is nagyon tetszik, hogy egészen más úgy felmenni, mondjuk elmegyek Bécsbe, mert én mondjuk ott még soha nem jártam, és azt se tudom, hogy ott a vonatállomáson, ha megérkezek, hova kell mennem, hol fogok megszállni, hol fogok enni, németül hogy fogok megszólalni, mert angolos vagyok, mi lesz ott, hogy lesz? És egészen más úgy megérkezni Bécsbe, hogy tudom, hogy egy nagyon kedves barátnőm, aki tökéletesen beszél németül, ott vár már reám integet, és azt mondja, Katalin, hát gyere, már meg van vetve az ágyad, meg van terítve az asztal, meg van szervezve, hogy melyik múzeumokban vagy, minden elő van készítve. Drága testvére, milyen az elmenetel? Mindannyian elmegyünk egyszer, de nem mindegy, hogyan. Nem mindegy, hogy hiszed-e azt, hogy valaki, az a barátnő, a barát, Jézus, nagybetűs barát, várott reád, és azt mondja, hogy tudod, hogy már minden elő van készítve. Hát ne félj, biztonságban vagy. De ezért ment el az Úr Jézus, hogy helyet készítsen. És ehhez kapcsolódik az a fontos üzenet, hogy nem csak elment, hanem azt mondja a tanítványainak, hogy egyszer vissza is jövök, mint dicsőséges király, és magamhoz veszem azokat, akik akkor még élni fognak. Ugye így is imádkozzuk, hogy várjuk őt vissza, mert nem tudjuk, hogy mikor, sem a napot, sem az órát nem tudjuk, de egyszer az Úr Jézus megígért, hogy nem csak elmegy, hanem visszajön. Most ez lehet, hogy ma délután fog megtörténni, lehet, hogy jövő héten, lehet, hogy 100 év múlva, lehet, hogy 1000 év múlva, ezt nem tudjuk, mert azt mondja a Biblia, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. De hogy be fog következni, az biztos. A Biblia minket mindenképp arra figyelmeztet, hogy várjunk rejá, hogy ezzel számoljunk. A Bibliának a legutolsó mondata így hangzik, majdnem utolsóját, hogy jöjj Uram Jézus. Az idős János apostol, aki ott volt egy ilyen száműzve egy szigeten, a hite miatt Domitianus császár oda száműzte, ez volt az imája, jöjj Uram Jézus. És ez olyan megható, Veres Sándor főgonok úr mondta, amikor voltunk Pesten az áhítatában, hogy nem egy hajóra várt az öreg János apostol, vagy őt valaki megmenti, vagy hogy bosszút áll valaki Domitianus császár, hanem Jézust várta. Azt mondja, jöjj Uram Jézus. Maranatha, ez más Biblia nyelvén így hangzik. És pont arra gondoltam én is, hogy annyi mindenre várunk mi is, most tükönülve várjuk, hogy mik lesznek a középiskolának végleges eredményei, várjuk, hogy indul be ismét a gazdaság, hova megyünk nyaralni, hogy tele vagyunk várakozással, ez így normális. De közben Jézust várjuk-e? Mert ő azt mondta, felmegyek, de várjatok rám, mert egyszer visszajövök. Megjelenek az ég felhői, mint dicsőséges király. Ítéletet tartok, és titeket magamhoz veszek, akik akkor még élni fognak. Tehát a tanítványok megértették, hogy Jézus nem csak elmegy, hanem vissza is fog jönni. És ezért nem csak gyász és fájdalom volt Jézus elmenetele, hanem idővel teret kapott a szívükbe az öröm is. És úgy belegondoltam, hogy így vagyunk a mi szeretteinkkel is, és valóban ez lesz az utolsó gondolat, hogy sokszor szoktuk mondani temetéseken, végső búcsút veszünk XY-tól. Végső búcsút. Nem végső búcsút. Ha hitt az a valaki az Úr Jézusban, és te is hiszel, akkor csak egy időre veszel búcsút. De hogy Jézust is tudták, hogy felmegy,
tanítványok, de vissza fog jönni. Így vagyunk a mi szeretteink, és egy ideig búcsút veszünk. És aztán viszontlátás reményében hisszük, hogy majd találkozásunk lesz egymással. De ennyi mindent üzen a mennybe menetel ünnepe. Fogadjuk a szívünkbe, és így készüljünk közösen pünkösd a lélek ünnepére. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megértettük talán egy kicsit jobban mennybe menetelnek a titkát. Uram, hogy mit is jelent az, hogy te felmentél a mennybe, te egykor visszajössz, és magadhoz veszel bennünket, vagy lehet mi megyünk korábban hozzád, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el halálunk pillanata, de halálba is te hozzád megyünk. Te leszel az, aki vársz az állomáson, amikor bemondják, hangos bemondóba, hogy utolsó állomás, és tessék leszállni, mert nincs tovább, és akkor hisszük, hogy te kézen fogsz, és te vezetsz tovább. De Uram, míg itt vagyunk ezen a földön, add, hogy örülni tudjunk minden pillanatnak, és köszönjük azokat, akik ünnepeltek mostanában valami szép évfordulót, és tudtak igaz szívvel örülni, és mi is örülhetünk egymásnak, és a konfirmándus fiatalok, akik már készülnek nagyba az ő szép ünnepségükre, és örülhetünk a nyiladozó pipacsoknak és a kalázba forduló határnak, hogy megöntözted, Uram, a mi vidékünket is, és hálásak vagyunk az esőért, a napsugárért és mindenért. Áldj meg gazdagon bennünket, és hallgass meg csendben elmondott fohászainkat is, a te nagy szeretetedért kérünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyeinket. És énekeljük el az előbb énekelt 266. számú dicséretünknek a harmadik versszakát. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki el tudott jönni, és örülök, hogy ma is sokan vagyunk, és külön nagy szeretettel köszöntöm a Nagy Dorog TV nézőit is. Egybe kapcsolódik mindenkivel most a mi szívünk. És köszönjük szépen ezt a szép csokrot, színes csokrot is. Tegnap volt este délután gyülekezetünkben egy ilyen szép örvendetes esemény, belső családi körben ünnepelte Barta Gergely, kedves presbiterünk, és Bartáné Német Anikó 25. házassági évfordulójukat. Hát így a gyülekezet közösségében is kívánk a Jóisten áldása kísérje tovább is az ő életüket.
de jövő vasárnap is örvendezünk majd egy kisfiúnak, nedves Áron keresztelőjére kerül sor a következő vasárnap. Györkönyben is örvendeztünk, most jöttem onnan, ott most ünnepeltük anyák napját, új gyülekezeti terembe költöztünk, a régi már nagyon nedves volt, vizes, és vikár Sára lelkésznő, tiszteletes asszony rendelkezésünkre bocsájtotta a parókia utca felőli szobáját, azt szépen kifestettük, áttakarítottuk, és most már ott tartottuk az istentiszteletet egy sokkal egészségesebb környezetben. Jövő csütörtökön este 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Kérem, vigyék át el a jegyzőkönyveket, írják alá a meghívókat, és mindenkire számítunk. Fiatalokat hívogatjuk péntekenként, 6 órától 7 óráig van a konfirmációs előkészítő, utána ifjúsági kör tartunk, és nagy örömömre már kb. 11 fiatal jelentkezett a Csillagpontra, Debrecenben július végén készülnek erre a ifjúsági találkozóra, reméljük nem lesz akadálya, mi is eljutunk, úgyhogy nagy szervezkedésben vagyunk, imádkozunk a fiatalokért is. Köszönjük szépen azt a 2x5000 forintos szeretetadományt, amely Isten dicsőségére érkezett, és a múlt vasárnap és a mostani perses adakozást is. Végezetül pedig énekeljük az előbb énekelt dicséretünknek legutolsó versszakát. Fogadjuk végezetül az áldást. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, most és minden időben. Ámen.